élek Istennel, miképpen kezdetben most és mindenkor, és mindörökkön örökké. Amen. Halleluja! Ez a helyszín a Tihanyi altemplom a magyarországi művészet és a magyarországi művészet történet számára egy alapvetően fontos helyszín. A 11. században századból eleve nagyon kevés emlékünk maradt meg, még kevesebb az olyan, mint ez, amelyik egy térélményt is ad, és nagyon fontos abból a szempontból, hogy meglehetősen pontosan lehet keltezni. Magyarországon nagyon kevés hasonló maradt meg, a Tihanyi altemplomon kívül a veszprémi és a pécsi székesegyháznak az altemploma, illetve a pannonhalmi bencés apátsági templomnak az altemploma említhető, és mindezek közül ez a Tihanyi a legkorábbi. Különleges a anyaghasználata, ezek a robosztus vörös homok Balaton felvidékről származó bányákból, bányászott anyagból álló kerek oszlopok, és nagyon fontos, ritka emlék a mögöttem levő sírkő, amelyik feliratot ugyan nem visel, de azért nagy valószínűséggel Első András királynak a sírköve. Erre utal ábrázolásának a körmeneti keresztnek különböző, egyébként nem túl gyakori európai kortárs példái is. Azt is meg kell mondani, hogy számomra ez a helyszín nem csak egy objektív, tudományos kutatási téma, hanem emocionális szempontból is fontos. Én gyerekkorom óta járok ide, és talán művészettörténész voltomban is ez egy döntő momentum volt, hogy gyerekkorom óta, és aztán fiatalon sokszor tekintettem meg, és ebbe valószínűleg szerepet játszott az is, hogy ez az 50-es évek első felének az egyik legfontosabb magyarországi műemlékvédelmi tette volt ez a helyreállítás, ami itt lezajlott Szakál Ernő koncepciója alapján 1953 után állították így helyre. Egy különleges, szépségű, robosztus, térélményt adó emléke a magyar építészet történetnek. Amikor legelőször itt voltunk, akkor már kérdésként fölmerült, hogy vajon milyen vastag ez a kő, egy tégla posztamáns vagy egy kis podeszt volt köré építve. Meg kell említsem azt a restaurátor elődömet, Szakál Ernőt, akinek a munkája is benne volt ebbe. Egy olyan pozícióba hozta a követ, hogy egyrészt egy kicsit ki lett emelve a padlószintből, ezáltal a tégla podeszt által. Másrészt úgy oldották meg, hogy ezt viszonylag ésszerűen el lehetett bontani a márvány sírkő, a márvány anyag roncsolása nélkül, csak egy nagyon vékony felső fogával érintkezett a sírkővel ez a tégla építmény, és így ezt elbontva szinte lebeg a kő, aminek az is az egyik pozitív hozadéka, hogy bármilyen talajnedvesség, vagy bármilyen olyan negatív hatástól el van szigetelve, el van választva azáltal, hogy tulajdonképpen két ponton fekszik föl. Innen talán látszik is már a kibontásnál, hogy egy egyszerű kis téglát raktak alá. A másik oldalon ennek a sírkőnek a már láttunk feltárási fotót az 50-es évekből, ahol látható volt, hogy ennek a hátulja durván faragott, és a lábrésznél van egy perem, ami valamiféle másodlagosan felhasznált kőre utal. Ott a talprészen, ezen a csonkon pihen.
meg volt írva az írásban. Szenvednie kell a Krisztusnak, de harmadnapon a holtak közül föl kell támadni a dicsőségbe. Felemelőek voltak a néhány órával ezelőtt Első András király sírjánál felcsendülő hangok, a halotti zsolozsma hangjai, Tihanyi apátság alapítók levele, magyar történelem első eredeti formában fönnmaradt dokumentuma, a magyar nyelvnek, illetve a finnugor nyelvcsaládnak a legkorábbi, többé-kevésbé összefüggő nyelvemléke. Körülbelül egy esztendővel ezelőtt történt, hogy a közfigyelem újra a Tihanyi apátság felé fordult. Alapjában véve a regionális fejlesztési tervek voltak azok, amelyek a közérdeklődés középpontjába helyezték az apátságot. Több intézménynek is a figyelmi körébe került az apátságban rejlő lehetőség. Alapvetően maga a királykripta, mint a magyar románkor kiemelkedő emléke, és a benne rejlő királysír vélhetőleg a maradványok között Első András királynak a csontjai, esetleg fiának, Dávid hercegnek a csontjai. Ezek a lehetőségek és az időközben megszületett technológiai lehetőségek azok, amelyek arra inspirálták a kutatóhálózatot, hogy az intenzív kutatómunkába részt vegyen. Egy évvel ezelőtt Maróth Miklós elnök úr, a kutatóhálózat elnöke úgy döntött, hogy anyagilag támogatja a kutatómunkát, illetve a kutatás rendelkezésére bocsátja a kutatóhálózatban rendelkezésre álló lehetőségeket, alapvetően a szakembergárdáját a kutatóhálózatnak, és úgy reméljük, hogy a mostani hitelesítő feltárások és hitelesítő munkálatok a Tihanyi apátságnak, amely még egyszer hadd hangsúlyozzam, nem sokára ezredik születési évfordulóját ünnepli, a méltó ünnepéhez hozzá fognak járulni. Megilletődve állok itt a Bölcsészettudományi Kutatóközpont vezetőjeként a Tihanyi apátság altemplomában a felnyitott királykripta előtt. A mai nappal széleskörű egyeztetés, tervezés, alapos szervező munka után egy nagy munka, nagy jelentőségű munka veszi kezdetét. Nagy jelentőségű ez a munka az egyház, a tudomány, a kegyelet és a nemzeti identitás szempontjából is. Büszkék vagyunk arra, hogy a Bölcsészettudományi Kutatóközpont koordinálhatja ezt a nagy vállalkozást, amelyben múzeumok, kutatóintézetek, egyetemek munkatársai vesznek részt. Ez egy multidisziplináris kutatás lesz, amelyben régészek, antropológusok, művészettörténészek és más disziplináris érdekeltségű kutatók vesznek részt. Én nagyon bízom benne, hogy áldás lesz ezen a munkán. A kripta és az altemplom feltárása egy tudományos tanácsadó testületnek az irányítása és felügyelete mellett ma veszi a kezdetét. A régészeti kutatás korai fázisában, itt a altemplomban őrzett királykriptában sor kerül ide 1953-ban a korábbi ásatások kapcsán elhelyezett, illetve visszahelyezett csontmaradványoknak a feltárására. A sírkő alatti faládákban vannak ezek a maradványok, ezeknek a kivételére, antropológiai vizsgálat céljából. Ezek a csontok tudomásunk szerint antropológiai vizsgálaton már átestek. Malán Mihály professzor az ásató régész László Gyula kérésére megvizsgálta a csontokat, és vizsgálat után visszaadta, azonban a vizsgálati eredmények nem állnak a rendelkezésünkre. A legfontosabb kérdés a csontok kapcsán az, hogy a templom
a kripta temetkezésének melyik fázisát, melyik időrendi fázisát képviselik, hogyha nagyon korai időpontot jelentenek, nagyon korai időpontot reprezentálnak a csontok, akkor jöhet szóba bármiféle egyéb további részletesebb vizsgálat. A későbbi, tehát időben hozzánk korábbi történeti időszakoknak a relevanciája a csontok tekintetében sajnos másodlagos, de az antropológiai, alapantropológiai munkálatokat így is el fogjuk végezni.